Mindenki! Nemrég kaptunk egy új Lightroom frissítést, ami gyakorlatilag, hogyha nagyon hivatalos akarok lenni, akkor a Lightroom CC 2015.6-os verzió, az az a tavaly megjelent Lightroom CC 6. Hát Nevezhetjük akár Lightroom 6.6-nak is. Nem egészen hivatalosan, de tök mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy két nagy újdonságot kapunk a szoftverben. Az egyik, és ami talán a fontosabb, viszont ma nem mutatom meg, az az, hogy jóval gyorsabb lett a szoftver. Amit viszont megmutatok, és a másik újdonság az az úgynevezett Guided Upright lehetőség ami lényegében egy perspektíva korrekció. Igen, a korábbi változatokban is volt már ilyesmi, de hát mindenféle csúszkákat kellett ide-oda tologatni, és azzal a bonyolult a perspektíva eltérések, perspektíva torzulások elég nehezen voltak korrigálhatók. Mint például ennél az épületnél. Nézzük is meg, hogy mi a lényeg. Először megmutatom, hogy nagyjából hogy működött ez korábban. Illetve azt, hogy korábban itt a Lens Corrections rész, manuál pontja alatt kaptuk meg ezeket a csúszkákat. Most viszont különbontották, és a transform ablak alatt találjuk meg. Régebben ez úgy működött, ugye, hogy volt egy vertikálisan állítható perspektíva csúszkánk, egy horizontális állítás, illetve a rotét lehetőség, a többi pedig ilyen kis segéd dolog. A vertikálissal tudtuk kiegyenesíteni az épületnek a függőleges éleit. Tehát ha mondjuk azt nézem, hogy legyenek egyenesek nagyjából ezek a falak, akkor ezt a csúszkát kell a horizontálissal, természetesen a vízszintes eltéréseket, tehát az így vagy így tartó éleket, és a rotéttel tudtuk az egészet egy picit beforgatni, de mindezeknek az apró játéka, vagy ezekkel való játék ide-oda egy picit, nem is olyan picit, idegesítő, úgyhogy ö, valahogy így, de még mindig nem vagyok igazán megelégedve ezzel a dologgal, úgyhogy szerintem vissza is léphetünk. Na, mindent lenulláztam, úgyhogy nézzük meg, hogy az upright, vagyis a guided upright lehetőség mit akar. Gyakorlatilag annyit, hogy nem a csúszkákat kell húzgálnunk, hanem segédvonalakat húzzunk be a képre, és ez alapján egyenesít a szoftver. Sokkal egyszerűbb megoldás. Fönn itt a bal felső sarokba ugye a transform részben vagyunk. A bal felső sarokban látunk egy ilyen ikont, ami a Guided Upright Tool, tehát egy különálló eszközt kapunk, hát nem ide került erre a kis eszköz sávra, hanem ide külön, illetve van itt egy Guided gombunk is, ha ezt benyomjuk, ugyanazt kapjuk, tehát megkapjuk, az eszközünket, illetve ha képre húzzuk azt, akkor egy ilyen nagyítót is, hogy jobban lássuk pixel pontosan az egészet. Tehát, ha mondjuk ezt az élt szeretném kiegyenesíteni, vagy megmondani, hogy dől, akkor oda teszem egy jellemző sarkához, nyomom a balgombot és ahogy látjátok, meg is kapom ezt a segédvonalat, amit ugye oda húzok a másik sarokhoz, vagy nem kötelező teljesen végig a sarkáig, de teljesen párhuzamosan ezzel a dőlő éllel. És akkor már is tudja a szoftver, hogy mekkora itt a dőlés. Itt is ugyanaz, megnézhetjük ezt itt a falnál is, nem kell igazából ö, pixel pontosan dolgozni, de érdemes. Sőt, ha ide megyünk, akkor át is állíthatjuk, tehát kicsit arrébb húzhatjuk ezeket a kis jelölő négyzeteket. Illetve itt is megcsináljuk ugyanezt. És már is a fölső élünk, illetve a két falunk tökéletesen párhuzamos. Itt alul még van egy kis probléma, úgyhogy ide is teszünk egy hasonlót, és az alját is kihúzta az épületnek. Ugye ez egy elég összetett geometriai beállítás, hogy látjátok, ezt a sarkot kellett sokkal jobban kihúzni, és ugye hát ilyenkor bizonyos területek leeshetnek a képről, illetve hát kénytelenek vagyunk levágni, ugyanis itt és itt nincs semmi sajnos a képen. Erre való ez a Constrain Crop lehetőség, ami automatikusan kivágja a képet. És itt van nekünk egy x, illetve y offset csúszkánk, amivel egy picit eltolhatjuk az épületet ezen belül. Tehát, hogy nagyjából ezen belül mit szeretnénk még kivágni. Ahogy látjátok, nem csak a perspektíva, hanem geometriai torzulás is van a képen. Ez úgy nyilvánvalóbb, hogyha itt látszik ez a felső él, tehát ez egy picit ilyen görbült él. Hát szerintem az lesz a legjobb, hogyha ezt beállítjuk kézzel. Valahogy így. És ugye felmetünk ide a lens Correctionhoz, ahol továbbra is itt van a torzítás korrekciónk, és megpróbáljuk a felső élt is egyenesebbre hozni. Valahogy így. És így egy tökéletes perspektíva korrigált falunk vagy épületünk. Igen, hát ez a látványvilág egy picit furcsa lehet, ugyanis olyan, mintha előről egy-két emelet magasságból néznénk az épületre, viszont, ahogy így látjátok, az erkélyeknek az alja alá bőven belátunk, mintha mégis az utcáról néznénk. Az ablakok és a fal viszont teljesen merőleges a nézőpontunkra. De mindez teljesen lényegtelen, csak meg akartam mutatni, hogy miből is áll ez a Guided Upright lehetőség. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a türelmét, aki végignézett. Ha tetszett nektek a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, illetve ha még nem tettétek meg, és szeretnétek egy igazi elit klub tagjai lenni, akkor iratkozzatok fel hozzánk, és nyugodtan kommenteljetek itt alul. Sziasztok!